Igazi vagy hamis? A mai rész tartalmából. Láttátok? Igen. Igen. Három fénypont lebeg az égen. Szóljatok, ha már felértetek! A kísérleteink veszélyesek lehetnek. Nem igaz. Több tanú látott egy állatot, amely megjelenik, majd eltűnik. Mintha egy génsebészeti laborból szökött volna meg. Egy kicsit feljebb ölte meg az állatot. Ha eddig vonszolta, akkor nagy állat lehetett. Ott messzebb egy fénylő szempát látok. Vagy olyasmit. Ott van. Te jó ég! Egy repülő csésze aj. Megmagyarázhatatlan videó. Fénypontokat látok. Úristen! A világ minden tájáról. Mi a fene folyik itt? Hat szakértő. Ben volt FBI ügynök. Bill vezető tudós. Jael újságíró. Larry trükk szakértő. Csillan fényképész szakértő. Austin kaszkadőr szakértő. Az igazságot keresik. Igazi vagy hamis? Értékelő szoba. Sziasztok! Hello! Szia, Szia Ben! Mi újság nálatok? Mi újság? Larry, ma te leszel az első, ugye? Igen, azt hiszem. Kísértet a lépcsőn. Van egy jó videóm. Az ilyen videókat egymásnak ajánlják a barátok. Így ma már majdnem 2 millióan látták az interneten. Ez a fiatal lány a telefonja kamerájával szórakozik. Tehát ez egy mobil kamerája? Igen. És ez egy vágatlan videó, ugye? Igen. Amikor először láttam, nagyon megijedtem. Megmutatom, hogy miért. Rendben. Jaj! Rachel, látsz valamit? Igen! Mi az? Nem tudom! Ott van egy sötét alak! Ezt én is látom! Ez már külső felvétel? Nézzétek az emeleti ablakokat! Ott fent! Látod? Figyelj! Most nézzétek a földszinti ablakot! Úristen! Úristen! Jaj, ne! Ne! Szárborzongató! Mi a fene ez? Olyan, mint a hatodik érzék. Látszik, ahogy mozog a lány. És úgy tűnt, hogy a lányok megijedtek. Az első gondolatom, aki megijed, az az alak felé rohan. Volt egy vágás, mielőtt a kamera felnéz a lépcsőre. Ha visszatekered, látszik az ajtókeret. Aztán hirtelen itt egy vágás. Igen. Azt állítod, hogy megvágták. Előbb az emeleti ablakban látszik az alak, majd eltűnik onnan, és azonnal megjelenik a földszinti ablakban. Mit szóltok ehhez? Ezen töprengek, Larry. Több személy szerepel. Nem ugyanaz a kétszer. Messziről készült a felvétel. Lép vissza oda, ahol a kísértet megjelenik a lépcsőházban. Ez az. Ide. A kísértet mögött árnyék látszik. Nem állítom, hogy ismerjük a kísértetek tulajdonságait, de egyszerű magyarázat, hogy ez egy ember, aki a fény útjába áll, és árnyékot vet. Hát persze, nincs itt semmi, ami természet fölötti jelenségre utalna. Ragadozó Dartmoorban. Ma egy legendát hoztam a dartmoori ragadozóról. Hallottatok már a sátán kutyájáról? Olvastatok Sherlock Holmesról? Az egyik története egy nagy kutyáról szól. Egy 19 éves fiú filmezés közben látott valamit a távolban. Ráközelített, és ezt vette fel. A szemtanú kérte, hogy ne mondjuk el a nevét. Az interneten senki nem állítja, hogy ez hamisítvány. Azon vitatkoznak, hogy mi ez. Vannak más szemtanúk is? Igen, vannak. Az utóbbi évtizedekben többen láttak egy nagy oroszlánszerű lényt. De vannak kutyákról és mutáns macskákról szóló természet fölötti elméletek is. Ezek egy izzószemű állatról szólnak, amely megjelenik, majd eltűnik, és egy több száz éves legenda szereplője. Próbáltam kideríteni, mi ez, és beszéltem egy szakértővel. Dr. C.J. Farmer, a Utahi Egyetem tanára, biológus, a gerincesek szakértője. Úgy véli, hogy a lény lábai túl hosszúak és vékonyak ahhoz, hogy vaddisznó legyen, és felmerült benne, hogy talán póni, de a farka nem olyan, mint a póniké. Ahogy az állat vágtat, szinte látszik a bojt a farka végén. Az eleje vaskos és erős, a hátulja karcsú. Szerintem olyan, mint egy fekete oroszlán. Pont ezt akartam mondani. De nézzétek, lehetséges, hogy egy kutya. Hány fekete oroszlán él a világon?
Úgy tudom, hogy a fekete oroszlánok rendkívül ritkák, és Nagy-Britanniában nem is élnek vadoroszlánok. Nekem nagyon tetszik ez a történet. Szerintem tegyük a listánk tetejére. Feltétlenül. Azt hiszem, Austin következik. Tábortűzilény. Alex Mayberry a barátaival 2008-ban a kanadai Brunswickben táborozott, és ezt rögzítette. Játsz, de lássuk, mit szóltok. Elég nedves a pólód. Az arcomba száll a füst. Már vagy két órája lapátolsz. Nem. Oh, láttátok? Ti is láttátok? Egy kuka láttátok? Vajon ez egy ember? Nem tudom, úgy érzem, hogy talán préri farkas, vagy szarvas. Nem, túl hosszúak a végtagjai. A mozgása alapján embernek tűnik. Nézzük meg újra. Itt az arca, itt a karja. Figyeljétek, ahogy a lába megjelenik a képen. Rendes lába van, és összegörnyed, mintha mászna. Igen. Itt van. Itt van. Igen, tisztán látszik, hogy ez egy ember. Ahogy a karját hajlítja, a könyöke hátrafelé mozdul járás közben. És észlelniük kellett volna, hogy egy lény jár a közelükben, mert ha tűz van előttük, akkor is meghallják, hogy valaki másfél méterrel mögöttük jár. Egyetértek. Lehet, hogy csaltak, vagy lehet, hogy ez egy srác, aki túl sokat ivott. Mit gondoltok a videóról? Szerintem valószínűleg nem érdemes ezzel foglalkoznunk. Egyetértek. Én is. Rendben, akkor folytassa Jael. Vörös háromszög El Cajonban. Ez a történet nagy szenzáció volt San Diego-ban 2008. februárjában. A videó a megye déli részén, El Cajonban készült. Egyesek láttak valamit az égen, pontosabban sokan látták. Nézzétek meg! Három fénypont háromszög alakban lebegett az égen. Éjjel 1:20-kor kezdődött, és közel fél óráig tartott. Másnap a helyi hírekben bemutatták az erről készült amatőr videókat. Tetszik, hogy sok szemtanúja volt, és többen hívták a segélyhívó számot is. Másnap felvetődött, hogy sikertelen rakétakilövés lehetett, de nem stimmel az időpont. Közölték hivatalosan, hogy mi volt ez? A San Diego-i tűzoltóság szerint kínai lámpások lehettek a levegőben, mert a földön találtak néhány kiégett lámpást. De sokan úgy vélik, hogy repülőgép, vagy esetleg egy ravasz csalás lehetett. Sokféle elmélet született arról, hogy mi lehetett. Próbáljuk meg kísérletekkel igazolni, vagy cáfolni őket. Mindenki egyetért abban, hogy ez is elég jó ügynek tűnik. Egyetértek. Én erre szavazok. Van egy érdekes videónk, és hiteles tanunk. Tegyük ezt is a lista tetejére, és nézzük meg az utolsó videót. Piramis Moszkvában. Van egy elég jó UFO videóm, ezúttal Oroszországból. Egy Dimitri Zsukov nevű férfi egy autóban utazott három barátjával. Észrevett valamit az égen, elővette a kameráját, bekapcsolta, és ezt vette fel. Úgy néz ki, mint egy piramis. Valóban. Furcsa ez a háromszög alak. Mi ez a fénycsóva, ami rámutat? A Kreml környékén sok a reflektor, sok turista jár arra. A piramis mozog, vagy egy helyben áll? Úgy tűnik, hogy egy kicsit mozog, mintha lebegne. És az autóból filmezett, mert igen. Látom a kormány tükörképét. Igen, a szélvédőn át filmezett. Látta ezt más is Moszkvában? Nem jelentette több ezer tanú. Azt hihetnénk, hogy több ezer szemtanúja volt az esetnek, nem beszélve a mai technikával készített fotókról és videókról. Szerintem ennek utána kéne néznünk. Talán lesz majd jobb ügyünk is. Lépjünk tovább. Jól hangzik. Melyik videónk tetszett nekünk ma? A Dartmoori. Vizsgáljuk a ragadozó ügyét. Az nagyon tetszett. Nagyon sok ember állítja, hogy látta. És tudni akarják, hogy milyen állat ez. Tudni akarom, milyen állat ez. Igen. Dartmoor, egyértelmű. El Cajon. Egyetértek, tetszik az eset. Válasszuk a vörös háromszöget és a titokzatos állatot. Mit szóltok? A Dartmoori ragadozó és El Cajon? Az El Cajoni háromszög. Rendben. Akkor Billy, Larry és Jael elmentek oda. Austin, Chilan és én Angliába utazunk. Megnézzük azt az állatot. Mindkét ügy sok előkészületet igényel, lássunk hozzá. Remek.
A Dartmoori ragadozó. Dartmoor egyszerűen gyönyörű. Egy őshonos ragadozó könnyen fennmaradhatott egy ilyen helyen. 953 négyzetkilométernyi teljesen érintetlen terület. És Dartmoor nem csak a ragadozó legendájáról ismert. Azt beszélik, hogy rejtélyes kezek megragadják az autók kormányát, és letérítik őket az útról, és hogy tündérek is élnek itt. Ez nagyon titokzatos hely. Alig várom, hogy találkozunk a rejtélyes állatok kutatójával. A neve John Downs. Ő a Dartmoori folklór egyik szakértője. Szervusz, John. Szervusz, jó, hogy látlak. Örvendek. Austin. Szervusz, John. Örvendek. Nézzük meg ezt a videót, és elmondhatod, mit tudsz az állatról. Hallottatok már az ördögvadász falkájáról? Nem. Nem. Helyi legendák szerint az 1600-as években él Dartmoorban egy Buckfast nevű földesúr, aki olyan gonosz, bűnös ember volt, hogy amikor meghalt, az ördög elküldte a vadászfalkáját, hogy a pokolba hurcolják Buckfast lelkét. Egész Dartmoorban beszélnek bizonyos fekete kutyákról. 45 éve járok ide, és ismerek olyanokat, akik láttak ilyen fekete kutyákat. Én magam nem láttam őket, de a mai napig beszélnek ilyen magas, vörösen izzó szemű, fekete kutyákról. Dartmoori Nemzeti Park. A Dartmoori Nemzeti Parkban vagyunk. Azt a helyet keressük, ahol a Dartmoori ragadozóról készült videót felvették. Szerintem ez az. Előveszem a laptopot, és megnézzük a videót, hogy összevessük, mert azt hiszem, igazad van, Austin. Látod a dombokat az előtérben? És hátul látszik egy kis rész a tóból. Szerintem ez az. Most elmegyünk egy állatkiképző telepre, ahol nagy állatokat tartanak. És megnézzük, hasonlít-e valamelyik a videón látható állatra. Üdv, Jim vagyok. Üdv, Csillán vagyok. Jim vagyok. Köszönjük, hogy eljöhettünk ide. Elképesztő ez a hely. Nagyon szívesen. A Dartmoori ragadozó egyesek szerint nagy kutya, mások szerint póni, vagy oroszlán. Mind a három állat megtalálható itt. Lefilmezhetjük őket. Remek ötlet, követjük el. Jó, menjünk. Dartmoori póni kísérlet. Itt egy Dartmoori póni. A Dartmoori póni őshonos itt. Ezért meg kell vizsgálnunk, amikor a ragadozót keressük. Nézd, milyen gyorsan fut ez a póni. A sörénye erősen lobog, de nézd a farát. A ragadozó videóján nagyon más az állat előső és hátsó része. És mások a lábak arányai a testhosszához viszonyítva. De ez remek, mert sokan Dartmoori póninak hiszik az állatot. Mivel látjuk, hogy ez a póni így fut, könnyű belátni, hogy az az állat nem póni. Zöld szoba a kiképző telepen. A kiképzőtelepen van egy zöld szoba. És ez azért jó, mert így a videóval összevetendő állatokat ebben futtathatjuk. A zöld háttér révén ráhelyezhetjük az állatokat a háttérben látszó tájra, és láthatjuk, hogy mennyire hasonlít az eredeti videóra. Egy kutyával kezdjük. Fogd meg a láncot a nyakán, én elmegyek oda és felhergelem. Amikor úgy érzed, hogy erősen húz, engedd el. Rendben. Hé, hey, Austin, Sonja, a kamerák működnek, kezdhetjük! Hozzám! Hozzám! Gyere! Szép. Ez az, ügyes vagy! Egy kicsit elcsúszott. A külseje és a mozgása nemigen hasonlít a Dartmoori ragadozóira. Egyetértek. Szerintem a videón úgy tűnik, hogy az állat igen súlyos. Hullámzik a teste, mintha vágtázna. Szerintem egy kutya nem mozoghat így. Megcáfoltunk két népszerű gondolatot. A Dartmoori ragadozó nem kutya, és nem póni. Szerintem erősebb állat. Az eleje izmosabb, a hátulja karcsúbb. Ideje, hogy hozzanak egy oroszlánt. Én már alig várom. Jim, készen állsz erre? Készen állok. Jó, kezdjük. Ez hatalmas. Ez sokkal nagyobb, mint gondoltam. Oké,
Más nagymacskákat is láttak Dartmoorban, de szerintem az oroszlán hasonlít leginkább a videón látható állatra. Egy oroszlánnak nem parancsol senki. A fiúk bambuszrudakat összeütögetve próbálják futásra bírni az oroszlánt, de eleinte csak ügetni hajlandó. Bojtos farka és sörénye van, de nem fekete oroszlán. Úgy tűnik, rávették, hogy legalább ügessen, és többször is átfutott a szobán. Egyértelmű. Megyünk fel még egy futást, mert az ajtó felé fut majd a leggyorsabban. Rendben, csináljuk. Jim, készen állsz a futtatásra? Igen. Utoljára. Nem szeretnék futni előle. Ez egy nemes állat. Ez hasonlít a legjobban a látottakhoz. A táv egy részén futott, ezért szerintem remek lesz. Anatómiailag majdnem egyformának látszik. De gondot okoz nekem, hogy eltér a két állat mozgása. Testmozgástani szempontból nem beszélhetünk teljes azonosságról. A kísérletek során megállapítottuk, hogy az állat nem póni és nem kutya, bár hasonlít az oroszlánhoz. Egy másik magyarázat szerint esetleg vaddisznó lehet. Nyomkereső expedíció. Nekivágunk a lápnak egy Danny Bemping nevű helyi nyomkereső kíséretében. Vaddisznókat keresünk, hogy megtudjuk, az-e a ragadozónk. Szervusz! Csillán vagyok, szervusz! Austin, szervusz! Szervusz! Ben, örvendek! Sikerült megnézned a videót, amit neked küldtünk? Igen, megnéztem. Véleményem szerint lehet, hogy vaddisznó, de az is lehet, hogy macska. Milyen állatokat lehet itt látni? Fekete nagymacskákat. Rejtély, hogy milyen fajhoz tartoznak a nagybritanniai nagymacskák. Nem lehet mind elszabadult leopárd vagy párduc. És mivel sokféle fajt engedtek szabadon, lehet, hogy hibridek jöttek létre. Ismersz olyan helyeket, ahol találhatunk vaddisznókat vagy nagymacskákat? Természetesen. Talán most nem, mert a vaddisznók és a macskák is éjszakai állatok. Így csak nagy szerencsével láthatók napközben. De oda mehetünk és kereshetjük a nyomaikat. Menjünk, nézzünk körül és lássuk. Rendben. Most pedig széledjünk szét egy kicsit, és keressünk nyomokat, például lábnyomokat. Rendben. Ezen kívül kereshettek olyasmit, amit a disznók vagy a macskák megehettek. Találhattok nyúl vagy fácán tetemeket. Rendben. Jó. Egy jó maradványai. Te jó ég. Igen. Ez egy pata? Igen. Még rajta van a szőr. Igen, elég friss. Úgy tűnik, megrágták a csontot. Mióta lehet itt? Pár napja. Milyen állat tehet ilyet egy birkával? Ez a birka elég nagy volt. Nyilván nagy állat ölte meg, például róka, kutya vagy nagymacska. Szerintem újra széledjünk szét, lássuk, mit találunk még. Rendben. Gyertek csak! Itt sok szőr van! Ez őrület! Egek! Ez sok szőr! Hiányzik egy patája. Ez ugyanaz a birka. Végig vonszolták az egész domboldalon. Egy róka nem képes erre. Szerintem ott fent ejthette el, mert látszik, hogy onnan egészen idáig vezetnek a gyapjú nyomok. Azt mondta, hogy ez kos, vagyis egy nagyobb állat. Nagy jó, igen. És ha eddig vonszolta, akkor nagy állat lehet. Honnan tudhatjuk, hogy elejtették, nem magától hullott el? Meg kell néznünk a bőrt, különösen a nyakánál. Aha, értem. Vannak-e rajta szúrt sebek, ami elég nehéz? Meg kell fordítani. Itt van egy seb. Látod a lyukat? Nyújtsd ki újra, Ben. Ott van a botod közelében. Igen, itt van a lyuk. Ez a szúrt seb. A fog nagyobb lehet annál a lyuknál, mert a bőr összehúzódik. Igen, valószínű, mert a tetem legalább egy hete itt van. Sok bizonyíték van arra, hogy egy nagy ragadozó él a környéken. Azt a birkát szétmarcangolták.
A szőre, a csontjai és a húsa szétszóródtak a domboldalon. Nem tudom, mi tehette ezt a zsákmányával. Az emberek évszázadok óta látnak furcsa lényeket Dartmoorban. Tehát lehet, hogy ez a sátán kutyája. Szerintem meg kell találnunk és le kell filmeznünk. Dartmoori Nemzeti Park. A legtöbb állat, amely szóba jöhet, mint dartmoori ragadozó, éjszaka aktív. Besötétedett, bekapcsoltuk az infrakamerát, és éjszakai kutatást végzünk. Nálatok van a hőkamera. Használjuk az adóvevőket. Én indulásra készen figyelem a képernyőket. Ha látsz valamit, szólj. Hamar visszaérünk. Úgy lesz. Vigyázzatok magatokra. Sok szerencsét! Austinnal állati lábnyomokat és felfalt állatok nyomait keressük, és pásztázni fogunk a hőkamerával. Megpróbálunk lefilmezni valamit. Menjünk tovább az erdő széle felé. Állj meg egy kicsit. Hallod ezt? Egek! Ez mély morgás. Mélyebb és erősebb volt, mint az oroszlán hangja abban a kis vízhangos szobában. Austin hívja Chillant. Mi a helyzet ott, fiúk? Mély morgást hallottunk, hangosabb volt, mint az oroszláné. Arra megyünk tovább, ahonnan a morgást vagy olyasmit hallottuk. Mélyebbre megyünk a fák közé. Rendben. Erre. Szerintem erre menjünk, Austin. Menjünk tovább. Közel van. Ott lehet. Nézd meg hőkamerával. Nem látok semmit. Csak egy farönk. Rendben. Ott messzebb egy fénylő szempárt látok, vagy olyasmit. Ott van. Ott van, látod? A Dartmoori ragadozó. Még mindig ott van? Hol van a hőkamerán? Pontosan szemben van velünk. Menjünk közelebb, mielőtt eltűnik. De jó ég. Ezek lovak. Átvertek. De ismerd el, hogy a mély morgás, amit hallottunk, nem ottunk, nem hang volt. Hangos volt és mély. Van itt valami. Biztos, hogy van. Dartmoori Nemzeti Park. Oh. Itt van még egy. Nézd meg. Ezt is felfalták. Csapat hívja Chillant. Chillant, jelentkezz. Itt Chillant. Itt egy újabb tetem. Nagyrészt felfalták. Ami ezt elejtette, biztosan nagy volt. Meg kell néznünk közelebbről, és meg kell világítanunk. Nem látok sok szőrt, ami azt jelezné, hogy bonszolták. Lehet, hogy elpusztult, és egy dögevő ette meg. Csapat hívja Chillant. A tetem hőmérséklete azonos a környezetével, ebből azt gondoljuk, hogy nem friss. Ha ragadozó ölte meg, akkor hatalmas volt. Visszainduljunk? Igen, menjünk. Rendben. Értékelő szoba. Mondd, Ben, láttad a Big Bent? Igen, láttam a Big Bent. És sok mindent láttunk Angliában. És a Dartmoori ragadozó? Hű! Úgy gondoltuk, hogy csak a terepen találhatjuk meg azt az állatot. Kutatóútra mentünk az erdőbe. És több helyen is találtunk birka maradványokat. Hangos morgást is hallottunk. Nem láttuk, hogy mi adta azt a hangot, de valami van ott.
Meg akartuk tudni, hogy mivel van dolgunk. A legtöbben úgy gondolják, hogy valószínűleg kutya, mert ott sokan járnak kutyákkal. Póni vagy oroszlán. Sikerült mind a három állatot lefilmeznünk zöld szobában, így a felvételeinket rá tudtuk helyezni az eredeti Dartmoori háttérre. Nézzétek! Először egy kutyát láthattok. Ez kutyának látszik. Más a mozgása. Igen. Valóban fontos az állat mozgása. Látszik, hogy egészen másként fut. Mivel kizártuk, hogy a ragadozó kutya, tovább léptünk, hogy megvizsgáljuk a kedvenc feltevésemet, hogy esetleg oroszlán. Ez jobban hasonlít. Igen. A ragadozó testalkata oroszlánszerű. De a mozgása más. Ne feledjétek, hogy a zöld szobában kellett lefilmeznünk az oroszlánt. Nem volt tere ahhoz, hogy felgyorsuljon. Megmutatom a dolgot egy másik szemszögből. A videó, valamint az állat zsákmánya alapján becsült méretei és sebessége alapján térbeli modellt készítettünk. Nézzétek meg! Ha ez az állat egy nagy macska, és talán egy vaddisznó hibridje, akkor valahogy így nézhet ki. Mintha egy génsebészeti laborból szökött volna meg. A feje lejjebb helyezkedik el a vállánál. Az állat eleje nagyon erős, és a hátsó végtagjai felé karcsúsodik. Látszik, hogy ez az állat nem csak gyors, hanem nagyon erős is. Igen. Ez a ragadozó nyilván a tápláléklánc csúcsán helyezkedik el. Mit szóltok mindehhez? Szerintem legalább egy macska él Dartmoorban. Anglia nyilvánosan bejelentette, hogy ott nem élnek vadon nagy macskák. De talán más állat igen. Ma több mint 20 ezer fajt fedeznek fel évente. Így nem mondhatjuk, hogy ez nem lehet új faj, amely Dartmoorban él. Egyesek szerint az ördögnek saját kutyafalkája van, amelyet elküld, hogy az emberek lelkét levigyék a pokolba. Az a véleményem, hogy ez a videó nem hamis, hogy él valamilyen nagy, ismeretlen állat Dartmoorban. Jael, mesélj El Cajonról. Emlékeztek rá, hogy az égen háromszög alakban lebegő fénypontokról volt szó. És több tanú is volt. Ez nem csalás, és érdekes eredményeket hozott az utunk. Fénypontok El Cajon fölött. A felvételt készítő és közzétevő szemtanú neve Paul. Ha beszélünk vele, remélhetőleg olyan információkat is kapunk, amelyek nem jelentek meg a médiában. Paul háza, délután 4 óra 15 perc. Paul? Üdv! Szervusz, hogy vagy? Üdv, Bill vagyok. Larry vagyok, örülök, hogy megismerhetlek. Megkérdezhetem, hogy hol készítetted a videót, hol láttad azt a jelenséget? Persze, gyertek velem, megmutatom. Rendben. Egy barátom házában voltam, abban a vörös házban a sarkon. Értem. Kijöttem a házból, megláttam a lassan közeledő fényeket. Először furcsának találtam, mert egy vörös pontot láttam. Majd mögötte még kettőt, háromszög alakban. Nem hallottam hangot, azt gondoltam, hogy talán egy helikopter, de az éjszaka repülő gépek fényei rendszerint villognak, ezek viszont folyamatosan világítottak. Mekkora volt az a tárgy? Nehéz volt megítélni, mert az volt a benyomásom, hogy nagyon magasan van, és ha ez igaz, akkor elég nagy lehetett. És a fények kialudtak, vagy eltávolodtak? Nem távolodtak el, hanem fokozatosan kialudtak. Úgy érted, hogy eltűnt? Eltűnt. Mire vagy kíváncsi az üggyel kapcsolatban? Szeretném tudni, hogy helikopter volt-e. Mindent megteszünk. Köszönöm. Szívesen. Köszönjük, Paul. Köszönjük. Nincs mit. Jó, hogy láttunk. Mivel a kísérleteink veszélyesek lehetnek, olyan helyre kell mennünk, ahol nem gyújthatunk fel semmit.
Van pár elmélet arról, hogy mi lehetett az a tárgy. A San Diego-i tűzoltóság szerint kínai lámpások lehettek. Lehettek léggömbökre kötött jelzőfények. Vagy valamilyen furcsa lámpájú repülőgép. Egy sík területre megyünk, ahol biztonságosan kísérletezhetünk. Kiszáradt tómeder a Mojave-sivatagban. Kezdjük el! Ez tökéletes helyszín. Nincsenek se villanyvezetékek, se fák, se házak. Biztonságos. Nem sokára besötétedik, ezért erős reflektorokat hoztunk, hogy sötétben is jól lássunk. Nagyszerű! Készen áll! Jöhet az UFO varázslat. A lámpás kísérlet előkészítése. A San Diego-i tűzoltóság hivatalos közleménye szerint a fények lámpások lehettek. Ezt valószínűtlennek tartom, de elvégzünk egy kísérletet. Jelenleg erős szél fúj, és mivel a lámpások könnyűek, a kísérlet nagyon veszélyes. Óvatosságból kezdjük egyel. Szerintem ez jó ötlet. Ahelyett, hogy összekötnénk őket, csak egy lesz. Rendben. Kísérlet lámpással. Ez hasonlít egy hőlégballonhoz. Meggyújtjuk az égőt az alján. A meleg levegő megtölti a lámpást, így az lebeg majd az égen. Óvatosan kell meggyújtani, nehogy meggyulladjon a papír. Igen. Azt hiszem, most már jó ég. Itt egy tűzoltókészülék arra az esetre, ha valaki meggyulladna. Előrelátó vagy. Köszönöm. Megpróbáljuk? 3, 2, 1, engedd el. Nem sikerült. Emelkedik. Felszáll, felszáll. Hurrá! Sajnos lángba borul. Ajjajjaj. Egy kicsit hasonlít rá, de elég, és leesik. Nos, rövid volt a siker. Nézzétek, darabokra szakadt. Nem lehettek lámpások. Ideális körülmények kellenek, és... Teljes szélcsend kell. Igen. 120 méter magasra kellett volna emelkednie, és 5-ig jutott. Szerintem nem ilyenek voltak az El Cajoni fények. Szerintem sem. Folytassuk valami mással. Rendben, takarítsuk el. A helikopteres kísérlet előkészítése. A lámpás nem vált be, de a tanunk Paul szerint helikopter lehetett. Ide hívtunk egy helikoptert. Építettünk egy keretet, 1¾ szolos alumínium csövekből. Ebben a dobozban 6 LED lámpa van, és a kerethez erősítem. Minden doboznak saját akkúja és beépített vevője van, így a földről vezérelhető. Remélem, hogy a bekapcsolt lámpákkal lebegő helikopter Paul eredeti videójához hasonló látványt nyújt majd Larrynek és Jaelnek. A helikopter most felszáll, majd leszáll a keretre, amelyet hozzárögzítünk. Rendben, kezdjünk hozzá. Jó van. Remekül néz ki. Köszönöm. Leállítjuk a forgószárnyat. Kiszállok, és rárögzítjük a keretet. A keretet a biztonsági teherhorogra rögzítettük, és van biztonsági elengedő rendszere is. Baj esetén ledobhatjátok az egész keretet. Rendben. Készen álltok az indulásra? Igen, készen állunk. Rendben. Helikopteres kísérlet. Thank you.
bekapcsoljuk a lámpákat. Szóljatok, ha már felértetek. Vettem. Kikapcsoljuk a kabinlámpát. Rendben, bekapcsolhatjátok a lámpákat. 3, 2... Bekapcsoljuk. 1. Rendben. Jól van, most fókuszáljunk rá. Szerintem elég meggyőző. Az egyetlen probléma a hang. Mindenki felismerné, hogy ez egy helikopter hangja. Kérjük, hogy emelkedjen feljebb? Lássuk, tud-e? Bill, feljebb tudnátok emelkedni egy kicsit? Vettem, figyeljetek minket! A ledek bevilágítják az eget. Igen. Stabilizáltuk a helyzetünket. Hallotok engem? Jól hallok téged. Még hallom a helikoptert. Igen, még mindig hangos. Magammal hoztam egy hangerőmérőt. Jelenleg 102 decibelt mutat. Ha a helikopter lett volna a közelben, Paul könnyen felismerte volna, hiszen nagyon erős a hangja. Szálljatok le, minden megvan, ami kell. Akkor hamarosan leszállunk. Nagyon-nagyon jól nézett ki. Tényleg? Csak a hanggal volt gond. A legnagyobb magasságban 102 decibelt mértem. Tehát szerintetek nem feltétlenül ez látható Paul videóján? Nem tűnik valószínűnek. Át kell gondolnunk a dolgot. Az egyik elmélet szerint csalás történt léggömbökkel és jelzőfényekkel. A helikoptertől eltérően a léggömb teljesen hangtalan. A léggömb kísérlet előkészítése. Jelzőfényeket rögzítünk egy T-alakú fémvázra. A fémvázat rákötjük egy 3,5 méteres, 20 kg felhajtó erejű léggömbre. A léggömb egy csigarendszerhez kapcsolódik majd, és repülésnél használt zsinort fűzünk bele. A zsinort a furgonunkra szerelt csörlőre csévéltük, így tetszés szerint behúzhatjuk vagy kiengedhetjük. Készen állunk, töltsük fel! Érezhetően küzd velünk ez a léggömb. Fel akar emelkedni. Bill, eloldanád? Már is eloldom. Felengedjük a léggömböt 30 méter magasra, hogy ráköthessük a keretet, és felemelkedhessen anélkül, hogy látszana a léggömb fölötte. 30 méter magasan van. Léggömb kísérlet. Rendben, égnek a fények. Készülj a felbocsátásra. Indítom a felvételt. 3, 2, 1. Engedd el. Nem igaz. Értékelő szoba. Mondjátok el, mi történt. Az egyik elmélet szerint kínai lámpások lebeghettek az égen. Ezért először meggyújtottunk egyet, hogy lássuk, úgy lebeg-e az égen, mint a 3 vörös fénypont. Amint meggyújtottuk, rájöttünk, hogy túl sérülékeny. Elfújta a szél, és végül elégett. Elégettétek a kelléket? Magától égett el. Igen, teljes kudarc volt. Egyszerűen lángba borult. Először eldőlt, aztán az egész lángba borult. Mint a Hindenburg. Aztán lezuhant, és vége lett. Szánalmas volt. Mivel ez nem sikerült, mérlegelnünk kellett más lehetőségeket. A tanunk azt mondta, hogy szerinte a lámpák valamilyen gépre voltak rögzítve. Ezért szereztünk egy helikoptert, egy keretet erősítettünk a talpára, és ezt láttuk. Nagyon hasonlítanak, de jól hallható a helikopter zaja. Az eredeti videó készítője nem hallott semmit. Meggyőződésem, hogy nem helikopter volt. Tehát a kísérlet bebizonyította, hogy a helikopter túl hangos.
Még mit próbáltatok? Egy elmélet szerint léggömb volt, amelyre keretre erősített jelzőfényeket kötöttek, ezért készítettünk egy ilyen eszközt. Nem igaz! Wow. Na hát, ez pontos utánzat. És pont úgy lebeg, ahogy a tanúk leírták. Igen. Melyik az eredeti? Nem tudom megmondani. Remek. Ez mutatja, mennyire hasonló. A jobb oldali az eredeti, a bal oldali a miénk. Az elkahoni fények hamisak, az ügy lezárva. Lehetséges, hogy léteznek háromszögletű UFO-k, de ez az eset csalás volt. A szinkront az SDI Media Hungary készítette.